Több mint három hét után sem csillapodnak a kedélyek az augusztus 10-i erőszakba torkoló tüntetés kapcsán. Most már nem csak az ellenzék és a civilek, hanem a szociáldemokrata párt egyik erős embere is Kármen Dán belügyminiszter lemondását kéri. Kármen Dán belügyminiszter körül tornyosulnak a hullámok az augusztus 10-i kormányellenes tüntetésen történt erőszakos cselekmények miatt. Holnap újabb védelmi bizottsági ülést hívtak össze, erre az időpontra kihallgatásra várják a főváros prefektusát, a csendőrség főparancsnokát és a belügyminisztert is. Utóbbi mára ígérte a tüntetésről szóló jelentés elkészítését, amelyet augusztus 24-én kért tőle a Szenátus Védelmi Bizottsága. A késlekedés miatt Jon Marcell Vela liberális párti szenátor, a Felsőház Védelmi Bizottságának az elnöke Facebook oldalán lemondásra szólította fel Kármen Dánt, akinek a távozását egyébként valamennyi ellenzéki alakulat kérte már a tüntetések után. Ha eddig a szociáldemokrata honatyák összezártak Kármen Dán előtt a párt hétvégi ülése után, az alakulat egyik erős embere Gabriela Firea Bukarest főpolgármestere bírálta és szólította fel lemondásra. Ami augusztus 10-én történt, azért a belügyminisztériumot irányító személy is felelős. Előbb azt mondta, hogy szabadságon volt, majd azt, hogy visszajött szabadságról, és ő irányította a rendfenntartókat. Aztán megpróbálta áthárítani a felelősséget a prefektusra éppen amiatt, hogy a sajtó arról spekulálhasson joggal, hogy a prefektus a főpolgármesterhez közel álló személy, miután két évig közvetlen munkatársam volt. A főpolgármester azzal érvelt, hogy Corina Cretu európai biztostól értesült a többi uniós biztos, valamint Jean-Claude Juncker az Európai Bizottság elnöke aggodalmáról a romániai politikai helyzettel kapcsolatban. A központi sajtó értesülései szerint Gabriela Firea kirohanásának a hátterében az áll, hogy a tüntetéseken történtek felelősségét a Liviu Dragnea pártelnök bizalmasának számító Kármen Dán megpróbálta a főpolgármesterhez közel álló bukaresti prefektusra, Speranța Clișeru-ra hárítani. Kármen Dán kijelentette, nem mond le tisztségéről, maradását Liviu Dragnea is megerősítette.